csak egy ekkora lyukat láttam. Kegyetlen. Győri Ferenc 5 éve legelteti birkáit ezen a Törökszent Miklós óballai tanyán. Neki sem volt tudomása arról a 8 méter mély kútról, amelybe két állata beleesett. Számoljuk a birkát, kevesebb. Kevesebb, mondom a kis közepsi lánynak, hogy gyerünk el körül, hát ha valaminál van pusztulva. Vallagunk, sétálunk ott a kerítés mellett. Egyszer csak hallok egy bárány hangot, egy olyan 70 centire előttem valahonnan lentről. Azt láttam egy ilyesmi lyukat. És oda lenéztem, hát a kútba voltak esve. Láttam kettőnek a fejét, hogy ott vannak. 5 éve legeltetjük ezt a portát, mert mondták, hogy nekem füvet nyírni, hajtsam hát a birkát, legeltessük. És 5. éve semmi probléma nem adódott, meg nem is tudtunk róla, hogy ott a kút. Meg lefedetlen ugye az a fő baj. Most meg, hogy estek bele, vagy hogy jött ki, ezt nem tudom. Pedig azt járkáltunk, hogy körülnéztük mindig a kerítések alját, ez az, hogy kifér-e valahol, mikor átjövünk. De azt nem. Most meg itt meglett a baj. Mondjuk az a szerencsé, hogy nem a gyerekek, mert ugye azok is majd átjárnak ide. Ekkor derült ki, hogy a két bárány nem elpusztult, hanem kútba esett. A szomszéd felajánlotta, hogy lemegy értük, de a gazda attól tartva, hogy a kút beomlik, lebeszélte erről és hívta a tűzoltókat. Egy körülbelül 8 méter mély fedetlen kútba esett két bárány Törökszent Miklós óballán egy főutcai ingatlanban. Az esethez a Törökszent Miklósi önkormányzati tűzoltók vonultak, akik több dugólétra, illetve mentőkötél segítségével mentek le a kútba, és hozták fel sértetlenül a két állatot. A kútból mentés mindkét bárány számára happy end-del végződött, egyiknek mégis gyászos véget ért a megmenekülés napja, ugyanis azonnal elindították egy olaszországi vágóhíd felé.